Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott. Egy részlet Petőfi Sándor híres szerelmes verséből, amelyben a költő elmeséli, hogy egykor Úzdról kísérte haza Sas Erzsébetet Borjádra. 250. Így. Lesz egy méteres kijáró. Napjainkban pedig már a versben említett négyökrös szekér kifaragott változatának helyét tervezik a Sárszentlőrinc Úzdért Egyesület tagjai. Egykori iskolájuk udvarán, ami évek óta tartó munkájuknak köszönhetően folyamatosan szépül. Korábban már állt egy hasonló alkotás az intézmény területén, azonban megsemmisült. A csoport tagjai úgy gondolták, ismét elkészítik a híres négyökrös szekeret, mert nem szeretnék, hogy története feledésbe merüljön. Az úzdi diákok most már az idén 5. éve lesz, hogy ide járunk, és ilyen értékteremtő munkákat csinálunk a volt iskolánk területén, és bennem mindig egyfajta hiányérzet volt, amikor idejöttünk, és a szem az mindig kereste a négyökrös szekeret, ami nincs. És eszembe jutott, hogy mi lenne, ha mi ezt kifaragtattánk, de őszintén megmondom, még magam is meglepődtem saját magamon, hiszen ez egy nagy költség, óriási szervezés. Egy kicsit pár héttel később a többi diák, volt diák társamnak is megmertem említeni, hogy mit szólnátok hozzá. Hát meglepődtek, de támogatóként álltak hozzá a dologhoz, és azt mondták, jó van Karcsi, te találtad ki, akkor vidd is végbe. És akkor kerestem én egy fafaragó embert, egy gyönki fafaragó embert, Horváth Istvánnak hívják, akinek bemutattam a területet, megmutattam, hogy a mi diáktársainkkal milyen értékteremtő munkákat végeztünk el itt az iskola területén, és mekkora tisztelettel vagyunk a hely és a tanáraink iránt. És ő elvállalta ezt a munkát. Aztán a következő dolog, amit én nagyon szerettem volna, és ez így is lett, hogy ne támogatásból finanszírozzuk meg ezt a projektet, hanem adakozásból. A sárszentlőrinci úzdi embereknek és nekünk legyen az fontos, hogy a mi pénzünkön készül ez el. A gyűjtés karácsony előtt kezdődött el. Az egyesület meglepetésére még a határon túlról is érkeztek felajánlások. Nagy örömmel, tehát mondhatom azt, hogy még más földrészről, mert Ausztráliából is kaptunk rá pénzt, egy volt iskolatársunk, vagy Németországból is kaptunk. De hát a helyi emberek, a sárszentlőrinci emberek, de hát sorolhatnám Budapest, Gombóvár, Szekszárd, Tengelic, csak ki ne hagyjak valakit, nagy dolog. Tehát mindenhonnan érkeztek. Akinek valamilyen kötődése van Úzdhoz, az ő úgy érezte, hogy ez az ő ügye is, és a befejezés végül is még nem jött el, mert még az ökrökön kis utómunkálatok vannak, tulajdonképpen festeni kell őket, egy alapra tesszük rá, háttérbe éppen a fiúk kimérik az alapot, és akkor oda csinálunk, egy szép alapra lesznek ezek felrakva, kolomb lesz a nyakukon, láncok lesznek rajt, és akkor úgy menet közben jött meg az étvágy, hogy mi lenne, ha megóvnánk, hogyha nem úgy járnánk, mint az előzőve, hogy állagmegóvási problémák lennek, hogy mi történne akkor, hogyha megóvnánk az időjárást, hogy tudjuk megóvni. Hát régen is a kocsikat a szín alatt tartották, és akkor mi is azt mondtuk, hogy építünk fölé egy fészert. És ha már építünk egy fészert, a fészernek a hátulját, az északi részét, azt akkor azt valahogy be kell fedni úgy, hogy onnan verő eső, hó ne károsítsa idővel a fát.
És akkor jött a következő ötlet, ha már ott van a hátsó fal, azt üzenőfalként tudjuk működtetni. Ma már nem olyan ismert Petőfinek ez a verse, maga a história, hogy hogy is történt ez az egész dolog, azt meg már csak igazán a befektesek, a helyiek őrzik, és a hátuljára le akarjuk írni az egész históriát, egy térképet akarunk, az egyesület életéről szeretnénk majd ott. Tehát igazából szeretnénk tájékoztatónak használni azt a falat, és ismertetőnek.